Csak egyéni védelem van, egyéni védelmet pedig csak az oltásad. Az oltás viszont életet ment, ezt mondta a miniszterelnök reggel a Rádióban. Orbán Viktor leszögezte, a következő 6 7 döntő lesz, mert ha Magyarország meg tudja duplázni a beoltottak számát, akkor május végére, júniusra, hogy fogalmazott, kint vagyunk a vízből a kormányfő lesújtónak nevezte, hogy még mindig bent van a parlament előtt a baloldal határozati javaslata arról, hogy ne oltsák be az embereket kínai vakcinákkal. Hozzátette, egyetlen országban sem látott még olyan baloldalt, amelyik folyamatosan olyan politikát folytat, ami a járvány elhúzódását célozza és ami elbizonytalanítja az embereket. Az oltás életet ment. Mindenki regisztráljon és kérjen oltást, mert csak egyéni védelem van. Erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A miniszterelnök közölte, az oltásra regisztráltak száma 4 millió 219 ezer fő. A kormányfő arra figyelmeztetett, kialakult egy képzet, amikor azt hiszik emberek, hogy a társadalom 60-70 os beoltottságánál nekik már nem kell beoltatni magukat, mert megúzták. Ez félrevezető gondolat, senki sem ússza meg, szögezte le. Csak egyéni védelem van. Egyéni védelmet pedig csak az oltás ad. De az oltás viszont életet menthet. Tehát aki azt hiszi, hogy majd ő megúszhatja, vagy ott oldal vizezve valahogy védett tud maradni, oltás nélkül is, bármennyi is rossz híre, szeretnék egyenesen beszélni, téved. Tehát egyéni felelősség, egyéni védelem van, regisztrálni kell, oltást kell kérni. Egyébként nem fogja tudni elkerülni, hogy megbetegedjen. A kormányfő arról is beszélt, a következő 6 hét döntő lesz. Magyarország meg tudja duplázni a beoltottak számát. Így május végére, júniusra, ahogy fogalmazott, kint vagyunk a vízből. A hatalom éjségét nem tudja legyűrni a baloldal, és úgy viselkedik, amit egész Európában sehol nem tapasztalok. A miniszterelnök bírálta a baloldali pártokat, mert mint egyetlen egy országban sem látott olyan baloldalt, amelyik nyíltan, kendőzetlenül, hol egyenesen, hol ravasz módon, de folyamatosan olyan politikát folytat, ami válsághoz vezet, ami a járvány elhúzódását célozza, ami a lassabb kilábalást célozza, ami elbizonytalanítja az embereket abban, hogy most akkor hihetnek-e a kormánynak. Le vagyok sújtva, megmondom őszintén azon, amit a baloldaltól látok. Még mindig bent van a parlament előtt az a határozati javaslatuk, hogy hogy ne oltsuk be az embereket kínai vakcinákkal, holott egyébként, ha nem használnánk a kínai vakcinákat, meg az orosz vakcinát, vagyis a keletieket, akkor kb. fele annyi ember lenne beoltva. A kormányfő úgy vélte, azért is szaporodtak föl az oltás ellenes hangok a baloldalon, mert ha hatét hét alatt sikerül végrehajtani az oltási tervet, akkor Magyarország a világon az első, a második vagy a harmadik helyen lábal ki ebből a bajból. Az iskolák újranyitása kapcsán azt mondta, az ember legjobban mégiscsak a gyerekeit félti, ezért nagyon nehéz újraindítani az iskolákat, mert a közvélemény mindig megosztott. A kormányfő szerint a döntésnél fontos szerepet játszott a bölcsödékben tapasztalt helyzet, mert az utolsó tíz napban nagyon megnőtt a gyermekeiket bölcsödébe vívő szülők aránya. Emellett az adatok azt mutatják, hogy továbbra is alacsony a 14 év alattiaknál a súlyos megbetegedések száma a szülőknek megvan az a lehetőségük, hogy az igazgatóhoz forduljanak, hogyha a gyereket mégsem akarják engedni iskolába, és akkor az igazgató dönt arról, hogy a hiányzást igazoltnak vagy igazolatlannak tekinti. Az igazgatók vannak legközelebb a valóságos élethez, ők tudják leginkább eldönteni, hogy a gyermek érdekét melyik döntés szolgálja jobban. Orbán Viktor a teraszok tervezett kinyitása kapcsán közölte. A teraszdíjakat és a bürokratikus engedélyeket központilag törlik el. Néhány biztonsági szabály betartása mellett kifejezetten bátorítják a vendéglátósokat, hogy nyissák ki a teraszokat, kerthelyiségeiket. A 2022-es költségvetést az újraindítás költségvetésének nevezte, hangsúlyozva, hogy 2021-ben és 2022-ben 5000 milliárd forintot fordítanak a gazdaság újraindítására.